Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. A közelmúltban egy hiánypótló nagyon különös kötetet mutattak be a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az alkotót, a szerkesztőt köszönhetjük itt, Ludeser Gabriella, aki egyetemi oktató hivatalosan. Szervusz, szép estét kívánok neked! Szervusz, köszönöm, hogy meghívtatok. A kötetet címe is nagyon árulkodó, szép címet is választottatok neki szerintem, tehát nem az, hogy egy szavas lett a kötet címe, ugye Szatmári Svábok Gulágon. Miért ezt az irányt választottad, és egyáltalán hogyan született meg ez a kötet? 2016-ban egy pályázatkérés volt, a Gulág Emlékbizottság írt ki egy pályázatot, hogy kordokumentumot lehet készíteni egyéneknek és civil szervezeteknek. Akkor úgy gondoltam, hogy ezt számomra írták ki, mert mindig is éreztem, hogy nekem valami közöm van ehhez a gulákhoz, ehhez a deportálásos témához. Szatmári Sváb vagyok én is, és úgy éreztem, hogy Magyarországon nem igazán kaptak hangsúlyt azok a szatmári svábok, akiket elhurcoltak. Ezek az emberek az akkori Magyarország területén éltek, és kétszeres meghurcoltatásban volt részük, kétszeres kisebbségbe kerültek azzal, hogy a világháborút elveszítettük, és visszakerültek Romániához. Elhurcolták őket azért, mert magyar nemzetiségűek, magyar anyanyelvűek voltak, és német nemzetiségűek voltak. Egy etnikai tisztogatás történt meg, egy kollektív büntetés, és ártatlanok voltak, nem értették, hogy miért történik ez mindez velük. Lényegében ez egy hiánypótló kötet is, ez hogyha azt nézzük, ahogy így említettem is. Igazából vannak feljegyzések, vagy számadatok, hogy körülbelül, tehát a szatmári részekről hány svábot hurcoltak el? A Pácium területéről, Nagykároly és vidékéről lévő svábokat, valamint mérk és válaj van benne. Körülbelül 5000 főt hurcoltak el, plusz-minusz pár ember, és ezeket az embereket 1945 januárjában hurcolták el. Azért hiánypótló, mert ez a könyv arra törekedett, hogy ne csak azt mutassa be, hogy milyen kínszenvedést éltek meg ezek az elhurcolt emberek, hanem arról is beszéljen, hogy milyen társadalmi törések történtek ezeken a vidékeken, ezekben a közösségekben. Rengeteg kutató munka van e mögött, a könyv mögött, bizton állíthatom. Miket tartalmaz, milyen különleges dolgokat, tehát akár elbeszéléseket, nem tudom, interjú részleteket, miket tartalmaz? A szerkesztést egyedül végeztem, és úgy történt, hogy felkerestem minden olyan kutatót, aki ezt a témát kutatja, és Magyarországon még nem terjedt el az ő munkájuk. Boros Ernőnek egy 10 éves kutatása van ebbe a könyvben, igaz csak egy fejezetnyi, de összefoglalja mindazt, ami kálvária, szenvedés volt a nép számára. Valamint Baumgartner Bernadette munkája van, aki leírja, hogy kettős kisebbségben milyen nehéz élni, és valójában számadatokkal alá is támasztja, hogy ezek az emberek már magyarnak vallották magukat, és nem németek voltak, holott őket a német nemzetiségük miatt hurcolták el. A másik nagy része a könyvnek az a társadalmi traumáról ír. Társadalmi traumáról azért írtam, ez az én részem, mert egy szociológiai felmérés történt, hogy ezekben a közösségekben milyen bizalomvesztesség történt, milyen fájdalmat értek meg, és mennyire nem bíztak már senkiben. Számomra az is érdekes, hogy vannak benne napló részletek is. Ezeket hogyan találtátok meg? Fényi József napló részletét közöljük teljes terjedelemben, mert Magyarországon ez még nem jelent meg, valamint Boros Ernő 90-es években elkezdte a gyűjtését, és voltak olyan naplók, és
és feljegyzések, amelyeket nem tudott közzéadni. Én ezeket most közzéadtam, és feldolgoztam, valamint levelek vannak, amelyeket megőriztek a hozzátartozók. Uh-huh. Képekkel illusztráljuk, vagy illusztrálom, és ezek a képek próbálják a fiatalság számára visszaadni azt az érzést, hogy, vagy azt a körülményt, hogy hogy éltek ezek a deportált emberek. Ha jól tudom, akkor ez a bejegyzés, amit most fel fogok olvasni, tényleg csak egy ilyen 5 sor, ez egy napló részlet, vagy egy levél ez részlet? Ez Fényi Józsefnek a napló részlete, és ez azért nagyon fontos, mert visszaadja azt a körülményt, hogy hogyan is éltek. Tényleg csak 5 sort engedjenek meg a kedves nézők is. Az utóbbi időben mind jobban hajtanak bennünket a munkával. Davály, visszhangzik fölünkben a visszataszító szó. Pihenőnap ezúttal sincs számunkra. Szó volt róla, hogy kapunk havonta egy szünnapot, de egyelőre ez csak ígéret maradt. Legalább munka után pihenhetnénk emberhez méltó módon. De mi vár ránk a sötét szénporos bánya után? Szöges dróttal bekerített sivárláger, nyomorúságos dohos földbarak, ágynemű nélküli csupasz prics. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy ugye mindenkinek egyértelmű legyen, hogy milyen szörnyűségeket lehet olvasni ebben a könyvben is, de hát a valóságot ugye. Kiknek ajánljátok ezt a kötetet? Tehát azoknak a leszármazottaknak akár, akik mondjuk nem feltétlenül ismerik elődeik életét? A leszármazottaknak mindenképpen nagyon hasznos könyv, mert összefoglalja számukra, mert valójában nem tudták megismerni, mert titkos volt, nem lehetett róla beszélni, valamint a fiatalság számára elektronikusan e-book formájában is hozzáférhető ingyenesen, és a fiatalság számára azért is ajánljuk, mert van egy végső üzenete, a túlélők üzentek számukra egy nagyon fontos mondanivalót mondtak, hogy ne hagyják, hogy még egyszer ez megtörténjen. Legyen ez a végszó, ez gyönyörű szép gondolat volt így a végére. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy megszületett ez a könyv. Önöknek pedig hadd ajánljak egy összefoglalót, hiszen 2 héttel ezelőtt már beharangoztuk itt a Weekendben, hogy be fogják mutatni a Főfőnök című vígjátékot, komédiát a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Erről láthatnak egy részletet. Azt mondtam, én vagyok a te embered, és én nem hazudok. És nem csak egy szimpla ember áll melletted, hanem egy színész. Ráadásul nem is rossz színész. És neked pont erre van szükséged, hogy a világod működjön. Megtennéd. Csak egy hétig kellene. Igen. Fizetek érte? Természetesen. 30 000. A végén. Még mert mi kezden se keres ennyit egy héten. Az piszkos úr, remélem, de mondtam, hogy nem pénzkérdés. Írok egy új szerződést! Felesleges, megegyeztünk! Nem! Összeütünk egyet! Ez a hobbim. De találkoznod kell az alkalmazottakkal. Látták, hogy itt vagy. Létezni és látszani ez a munkám. Ez az üzlet sorsdöntő a cég számára, ha gyanút foglak. Van benne rutinom, hogy kiszagoljam, ha a közönség elbizonytalanodik, különösen a 2005-ös slágerze óta. Persze. Na, essünk túl a legfontosabban. Heidi? Itt Raun. Igen. Összehívnád a 6 öreget az irodában? Egy nagyon különleges személy szeretnék nektek bemutatni. Igen, tudom. Na, egy szó se többet. Egy informatikai cég irodájában vagyunk, ahol a főfőnök kitalálja, hogy a kellemetlen intézkedéseket egy távoli, soha nem látott csúcsigazgatóra, a főfőnökre keni. Így meg tudja őrizni alkalmazottai szeretetét. Egy nap azonban a főfőnöknek személyesen is meg kell jelenni az irodában, és ebből számos bonyodalom keletkezik. Lars von Trier, dán rendező 2006-ban forgatott filmje, amelyből az előadás született, több hazai színpadon is sikert aratott már. Az a tény, hogy az alkotók filmes forgatókönyvből dolgoztak, a rendező szerint bonyolultabbá tette a próba folyamatot. Akármennyire is próbálja az ember színházra adaptálni, ez meg fogja őrizni a filmes jellegét, ami ugye egyrészt azzal jár, hogy snittekből áll, tehát sok pici rövid jelenetből, meg sok helyszínváltásból,
ami tulajdonképpen nagyon komoly praktikus nehézségeket okoz, hogy az aztán igazán olajozottan és finoman működjön a végére, illetve az is érdekes, hogy bizonyos egyetemben filmszínészetre van írva, tehát egy másfajta színészetre van írva, és az is egy külön munka, hogy az ember megtalálja, vagy megérezze azt, hogy ezek a mondatok, amik egy minimálabb színészetre vannak írva, hogy fognak plasztikusra megszólalni a színpadon. Mennyire áll önhöz közel a vígjáték műfaja? Talán azt gondolom, hogy minden műfaj kevert, nincsenek tiszta vígjátékok. Tehát de se tiszta vígjáték, attól függetlenül, hogy baromi bonottságos és szórakoztató, attól még azok, akikről szól, azok rettenetesen gátlástalanok, és mint minden történetben is vannak vesztesek és nyertesek. Maximum annak a nyelvezete, hogy ezek éppen hogyan mennek egymásnak, és hogyan veszítenek, és hogyan nyernek, ez egyre ironikusabban, többel ironikusabban és mulatságosabban szólal meg. Milyen a próba folyamat, vagy milyen volt, milyen? Szerintem jó próba folyamat volt, olyan, mint minden más próba folyamat, abban az értelemben, hogy van egy gazdag alkotási folyamat, és aztán, amikor egyszerre megérkezik a díszlet, és a jelmez, és a fény, és a hang, akkor mindig kiderül, hogy pont egy nappal kevesebb van, mint amire szükség lenne, de erre mondják nagy rendezők, hogyha az ember kap még két napot, akkor megint egy nappal kevesebb lenne, tehát valószínűleg ez egy örök színházi törvény. Christophert, a főfőnököt, aki valójában egy munkanélküli színész, Horváth László Attila alakítja. Egy nagyképű állástalan színész, aki munkához jutott. Hőskorában ő egy, hogy mondják, ez alternatív workshopos, stb. Világmegváltó új színház csinálásával foglalkozott, de valahogy nem jött be neki, és akkor most, hogy majd a nézők látni fogják, hogy kapott egy feladatot a dologba, és hát ehhez képest nyúl hozzá természetesen a dolgokhoz. Mennyire áll közel az ön szívéhez a darab, illetve a figura? Lévén, hogy színészről szól, ezért igen. Nagyon-nagyon aranyos a történet, nagyon jó pofa. Sőt, annál még több is, több tovább megy a mondani valóban. Szépek ezek az északi darabok, ahogy megfogalmazzák a világot, és nagyon pontosan megfogalmazzák, és nagyon, hogy mondják, fanyar humorral nem veszik egy pillanatra se komolyan, és ez nagyon tetszik benne. Azt szokták mondani, hogy vígjátékot nagyon nehéz játszani. Ön mit gondol erről? Valóban így van? Igen, így van. Azon kívül, hogy úgy megtalálni egy szerepnek a lényegét, hogy muszáj, hogy humoros legyen, csak abból közelíteni, de lévén, hogy a helyzetek maguk olyanok, vagy félreértésen alapulnak, vagy történik az illetővel valami, azt nagyon ki kell dolgozni. Az olyan pontosan meg kell csinálni, hogy pontosan akkor úgy történjen. Kiveszi észre, tekintet, észreveszem, tovább egy szó, tovább megyek, tovább lököm, hopp, kijött a poén. A másiknak meg alá kell tenni, vagy fölé tenni a dolgot, csak mondok egy szót, és akkor ott nevet a közönség. És ez tudva lévő előre, ugyanez egy szakma. Na és ezt pontosan be kell állítani, vérpontosan. A szórakoztató előadásban társadalmunk szinte minden jellegzetes típusa megjelenik, erősen görbetükörben. Ahogy már megszokhatták az elmúlt hetekben, a Weekendben igyekszünk hétről hétre, de minimum két hetente újabb és újabb különböző kulturális központnak, vagy éppen múzeumnak a vezetőjét meghívni kicsinkis megyénkből. A soron következő település Tiszavasvári, így köszönhetem Bohács Józsefet. Szervusz Józsi! Üdvözöllek, és üdvözlöm a nézőket is. Nagyon sok minden fog történni a következő hónapokban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különböző kulturális központjaiban, múzeumjaiban voltak itt, Bakta Lórend házáról, Kisvárdáról, és így tovább az elmúlt hetekben. Nálatok mi újság, mire fogtok fókuszálni? Akár mondjuk a múzeumban ugye érdekes, különleges tárlatok vannak, amik fix tárlatok, de hát gondolom lesznek érdekes időköziek is. Én egyrészt szeretném bemutatni magát a múzeumot, mert hogy egyrészt eléggé speciális múzeum. És ha azt mondjuk, hogy Tiszavasvári, akkor két dologról kell tudni, hogy Tiszavasvári két településből állt össze, és Tiszabűd, és a tiszabűdi hagyományokat megpróbáljuk ebbe a múzeumba elég erősen vinni. Tehát itt a büdi tiszta szobától kezdve különféle hagyományokat bemutatva,
A másik pedig az, hogy az Alkaloida, ami Tiszavasvárihoz kapcsolódott, és itt a Kabai János életútját kell mindenképpen megemlíteni. Gyógyszerészetről van szó, hogyha valaki hirtelen nem tudná. Ő volt az a gyógyszerész, aki 1926-ban tulajdonképpen szabadalmaztatta azt az eljárást, amiből a mákból ezt a morfint, ami utána a fájdalomcsillapításban elég jelentős volt, meg jelentős ma is, és tulajdonképpen 27-ben indította el ezt a gyógyszergyárat. És ennek a történetét mutatjuk be. Tehát a múzeumunknak az egyik sarokköve tulajdonképpen az ipartörténeti kiállítás, és ehhez kapcsolódóan nálunk például lesz egy olyan rendezvény, amit mi úgy hívunk, hogy Kabai Emlékhét. Itt a Kabai Emlékhéten például ez májusban lesz, és akkor megpróbáljuk időrendbe követni, mert tényleg rengeteg minden van. Akkor májusban beindul a központ, a múzeum, ott a Kabai hét, az mikor lesz? A Kabai hét az május 15-e és 19-e között zajlik majd. Itt a Kabai János emlékeit mutatjuk be, a munkásságát. Itt vannak általános iskolásoknak, illetve középiskoláknak különféle vetélkedők, a lakosságnak előadás, és ehhez szeretnénk mi majd május 16-án múzeumi szakembereknek egy konferenciát rendezni. Itt Dobson Szabolcs, a Gyógyszerész Történeti Társaság tagja, illetve dr. Szabó Attila fog előadni, tehát ő az orvostörténeti, illetve a gyógyszerésztörténeti kiállításról, magáról, erről az anyagról fognak beszélni. Akkor májusban gondolom leginkább erre a hétre és ezekre a programokra fókuszáltok. Júniusban gondolom ti is majd a múzeumok éjszakájára fogtok fókuszálni, vagy arra is? Tehát 24-én van nálunk majd, mint az országban mindenhol, a múzeumok éjszakája. Itt ír népzenészek lesznek. Egy kicsit amiatt ír, mert egy picit a ritmusvilága hasonló a magyaréhoz, és ezért szeretnék egy kicsit ezt a párhuzamot bemutatni. A másik pedig az, hogy a nyár az nálunk a gyerekekről fog igazán szólni, és a múzeumpedagógiai előadások évközben is vannak, de két turnusban gyerekeket fogunk táboroztatni, és ők ebben az időszakban tényleg mindenféle dologgal megismerkedhetnek, ami egyrészt Tiszavasvári és környékének a néprajzához kapcsolódik, tehát itt a ruhák felpróbálásától kezdve ételek készítéséig, és olyan népi mesterségeket is ki lehet próbálni, mint mondjuk a kosárkészítés, csuhé munkák, tehát itt lehet gyerek játékokat készíteni, vagy akár különböző használati eszközöket is lehet csinálni. És az is érdekes, hogy nekünk a múzeumpedagógusunk egyik szakmája a fazekasság, és a fazekasságot is ki lehet próbálni, tehát ő az ő irányításával különféle agyagkészítményeket lehet csinálni, ezt általában a gyerekek is nagyon szokták élvezni, és az is büszkeség, hogy nekünk az udvaron van egy nagyon szép kemence, és a kemencében ott helyben el tudjuk készíteni ezeket az ételeket. És tényleg egy nagyon jó hangulatú maga a múzeum, és azt szeretném, hogy nagyon sokan eljönnének, nem csak amiatt, hogy mondjuk a gyógyszerész történettel, vagy bármi ilyesmivel megismerkedjenek, hanem azért is szeretnénk, mert tényleg nekünk két múzeum épületünk van, a régi iskola épülete. Ez az, ami a Városházával szemben van. Igen, ez van. Az Ady Endre utca. Hát ott van például a régészeti kiállításunk, a Nyíri Mezőség kiállításunk, illetve ott van a Alkaloidának a kiállítása, és egy gyönyörű tér köti össze a másik épületünkkel, ami a Luther, tehát a volt luteránus református paplak volt, és itt pedig egy néprajzi kiállítás van, ennek is gyönyörű kártya van, a református templom adja a hátteret, és tényleg azt mondhatjuk, hogy egy gyönyörű háttérrel van. Aztán még hozzákapcsolódik a múzeumhoz szeptember 30-a,
Szeptember 30-án fogjuk nálunk megrendezni a zúzós léfőző versenyt. Ez kifejezetten tiszavasvári étel. Azt lehet mondani, hogy az egész környéken nem készítenek ilyet. Mi van benne? Hát zúza, ettől zúzós lé. Hasonló egyébként, mint egy húsleves, csak nem tésztával van, hanem rizs van a levesbe, és amikor föltálalják ezt a levest, akkor pirított tésztát szórnak a tetejére. Én azt mondom, hogy aki érdeklődik az úzós lé után, ne várjon szeptember végig, hanem már most tavasszal látogasson el erre a különleges településre és múzeumba, már csak azért is érdemes, mert ugye két részben van a múzeum, két különböző arculattal és gyönyörű parkkal, kemencével szerintem érdemes ellátogatni hozzátok. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, önöknek pedig ajánlunk egy Berek Daróczi kiállítást a következő percekben. A keresztszemes hímzések közül a legismertebb a tiszavidéki. A beregi keresztszemesként elhíresült darabokat készítő asszonyok munkái messze földön híresek voltak, így volt ez Berek Darócon is. Ennek a hímzésnek a szeretete 5 éves koromban kezdődött el, amikor édesanyámon Csapálné kezdte el 1960-ban. Itt Berek-Daracon ő alapította meg a házipari szövetkezetnek a részlegét. Ez egy nyíregyházi szövetkezet volt, 70 taggal alakultak meg, és ahogy előírták, ahogy kérték tőlünk, úgy terveztünk. És hogy nem mindig ugyanazokat a mintákat hímezzük a szövetkezetnek, ezért mindig tervezgetni is kellett. És én, ahogy kezdtem növegetni, nekem jobban tetszett a tervezés, mint a hímzés. És ezért nagyon sok mintát terveztem. Ezeket a mintákat elküldték a Népiparművészeti Tanácshoz, ott lezsűrizték, elfogadták, és attól kezdve itt ez a 70 asszony, aki körülbelül 7 faluból tevődött nekem össze, azok csinálták. Édesanyám volt a részlegvezető, ő ráhárult az a feladat, hogy az anyagot kiadta, azt régen mérve adtuk ki, és mikor visszahozták az asszonyok, visszamértük, és akkor tudtuk, hogy mennyi fonalat használtak el, és ennek fejébe szabtuk meg, hogy mennyi az ára egy-egy darabnak. Na most volt benne 10x10-es, futó, párna, de volt benne 110x160-as hatalmas nagy terítők is. És ugye attól függ, hogy milyen határidővel kaptuk. Hát sajnos nagyon sok esetben volt olyan, hogy egyik napról a másikra kérték tőlünk, és olyankor, hát mivel én voltam a fiatal, mert ugye édesanyám már akkor nem volt olyan, én voltam az, akit mindig küldözgetett az asszonyokhoz, hogy na menjél csak, és akkor szóljál, hogy na nem egy hét múlva kell, hanem 2 nap múlva. És akkor én mentem. És akkor újra felszólítottak, hogy most már új minta kellene megint, és akkor én leültem, és akkor tervezgettem a mintákat, és nagyon szerencsés voltam, mert úgy fejezte ki a NIT, az akkori NIT, ami ma már valami hagyományőrző egyesületként szerepel, hogy ők nem ismertek engem, csak a terveim után, és azt mondták, hogy ennek a tervezőnek a vérébe van ez a tervezés, mert a régi mintákat, amit örököltünk még nagyanyáinktól, úgy fel tudtam használni, úgy megújítani, hogy azt mind elfogadták. Szabolcs már Bereg megye az ország legszegényebb területei közé tartozott. A vászonkészítés az 50-es évek elejéig a falusi élet meghatározó megélhetési eszköze volt, később a piacra gyártó háziipari szövetkezettel ez még inkább jellemző lett. Ennek nagyon sokat köszönhet nem csak a település, hanem úgy gondolom, hogy az egész Bereg is, hiszen innen rengeteg olyan termék került ki, rengeteg olyan munka került ki, amely aztán méltán vitte a hírét a beregi keresztszemesnek, amelynek ugye az őse az nem a ma már elterjedt fekete-piros minta, hanem igazából a fekete-kék minta, az az igazi beregi felső-tiszavidéki keresztszemes. De ugye a háziipart ismerjük már többen, illetve a háziiparnál elkészült termékeket és az ott elkészült mintákat. Most ezek már igazából a fekete-piros fonallal lettek megvarva, úgyhogy ezek azok, amelyek talán elterjedtebbek a köztudatban is. És hát nekünk meg az lenne a dolgunk, hogy
próbáljuk életbe tartani, nem csak az emlékét, hanem magát ezt a művészeti ágat is, mert talán nevezhetjük nyugodtan ennek, és ennek ugye több lehetősége van. Az egyik az, hogy igyekszünk azokon a fórumokon, azokban az értéktárakban megjeleníteni, amelyek mostanában úgymond divatosak, hiszen a megyei települési értéktárak azok megalakultak, és a Beregi Felső-Tiszavidéki Keresztszemes az elsőként került be például a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba is, és nem szeretnénk itt megállni, tehát nagyon örülnénk annak, hogyha majd megtalálna azt a méltó helyét, ahol én úgy gondolom, hogy lennie kell, ezért javaslatot tettem arra, hogy a magyar nemzeti értékek közé is felvételre kerüljön. Remélem, hogy a bírálat során majd a döntéshozók ezt az értéket majd méltónak találják arra, hogy ebben az értéktárban is képviselje Magyarországot. A keresztszemes hímzéssel napjainkban sajnos egyre kevesebben foglalkoznak. Reggel felkelek, elvégzem a munkámat, és akkor leülök kézimunkázni. Akkor megebédelek, akkor egy kicsit megint sétálok, mert ugye járkálnom kell, újra leülök kézimunkázni. És az van, hogy én éjszaka varrok rengeteget. Hát én elvartam a 150-160 szálat, hát nem azt a nagy hosszúkat, csak ekkora szálakból. De most már nem bírok annyit varni. Hiába akarnám, de most már nem megy. Azért úgy le a kalappal a beregi asszonyok előtt, mert hogy ez egy nehéz fizikai munka. Ez igen, a szemet nagyon megterheli, meg a kart. Nekem ezt a jobb karomat, meg így a csuklómat, ahogy ugye fogom a vásznat. Itt tanítottam, itt az iskolában is 5 gyerek nagyon szépen készítette, azt a Duna TV, az felvette őket. Úgy remegett a lábuk, ahogy kézimunkászok, mondtam, nyugalom, és nem tudom, hogy ők csinálják-e tovább. Hát nekem csinálja a lányom, az unokáim, de hogy aztán utána hogyan lesz, nem tudom, mert én már biztos nem sokáig bírom csinálni. Ez volt a Weekend április 14-én, nagy pénteken, én munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, addig is szép hétvégét kívánok, és jó készülődést, kellemes húsvétot az egész családnak. Viszontlátásra!